Továbbra is Páncél Károly vezeti az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságát. A kormánypártok határon túli magyarságot érintő politikájáról kérdezem őt rövidesen, de először lássuk, hogy mit mondott műsorunkban a kúria elnöke a 4000 megsemmisített levélszavazatról. Az történt ebben az ügyben, hogy a bíróság egyébként nem először és nem önmagától értelmezte a nem lezárt boríték fogalmát, és úgy látta, korábbi nemzeti választási irodai gyakorlat és több nemzeti választási bizottsági döntés alapján, hogy elfogadható az az értelmezés, hogy ez a sima postai boríték nem garantálja a szavazat érintetlenségét és ellenőrizhetőségét. Nem tudja garantálni senki, hogy nem cserélték ki azt a szavazatot, azt a belső borítékot. Ez tehát valószínűleg az oka a bírósági döntésnek. A stúdióban köszöntöm Páncél Károlyt, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor ezzel a témával. Mi az álláspontja a kúria által megsemmisített 4000 levélszavazatról és az így elvesztett kormánypárti mandátumról? Nyilvánvaló, hogy nem örülünk neki, mint a frakciónak is a tagja. Ugye volt, amikor 134 mandátummal számolhattunk, majd miután ez a hiányzó pár ezer darab kikerült onnan ebből a számtan példából, akkor egy mandátum elveszett. Így tulajdonképpen, ha értékelhetjük, akkor a határon túli szavazatok egy listás mandátumot eredményeztek a kettő helyett. Nyilvánvaló, hogy a választási törvényhez kellene hozzányúlni, ami kétharmados törvény, és maga a határon túli levélszavazatoknak az ügyét kellene egyszerűsíteni. Sok probléma van ezzel, ugye elég bonyolult a regisztráció, maga a szavazás is és a különböző borítékoknak a kitöltése, román helyes írással kell a neveket feltüntetni, vagy magyarul, ezáltal is várhatnak akár érvénytelenni a szavazatok, tehát ezzel van még mit tenni. Köztársasági elnök úr is felhívta erre a figyelmet az országgyűlés alakuló ülésén többek között. Ugye felvetette a nagyon is gyakorlati problémákat, de mi lehet a helyes jogi megoldás, vagy gondolkoztak-e már ezen, vannak-e már kikristályosodott irányok? Erre már az elmúlt ciklusban is volt javaslat, de miután ott a kétharmad elveszett két időközi választással, és megvoltak a javaslataink, hogy hogyan lehetne ezt egyszerűsíteni és gyorsabbá, egyszerűbbé tenni, így ezek sajnos nem tudtak átmenni akkor ezek a javaslatok. Lehet úgy egyébként egyszerűsíteni a rendszert, hogy biztonságos is maradjon, tehát hogy mondjuk illetéktelen kezek ne tudjanak belenyúlni a levélszavazatokba? Természetesen az a cél, igen. Ugye az hogy lehet, hogy 378 ezer határon túli magyar regisztrált, ugye előzetesen a választásokon való résztvételre vagy a szavazásra, de csak jóval kevesebben szavaztak valóban, 224 ezre. Mi a számottevő különbség oka? Ugye itt a regisztrációban ebben a viszonylag nagy számban, ami örvendetes volt, hiszen jelentősen nőtt a 4 évvel ezelőttihez képest, itt olyanok is voltak, akik évekkel ezelőtt regisztráltak, akár egyébként azóta már nem is ott laknak, amit akkor megjelöltek, mert elfelejtették azóta újra pontosítani az adataikat. Sok ezerről tudunk olyat is, aki egyébként a főkonzulátusra kérte az ő szavazólapját és borítékját, időközben ezt egyébként elfelejtette, hogy azt neki ott kellene felvenni. Van ezen is mit átgondolni, tehát ebből lehetnek egyébként ezek a nagy különbségek, hogy a regisztrált címen nem lehetett már elérni azokat, akik regisztráltak és szerettek volna részt venni a választáson, vagy legalábbis 3 vagy 4 évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy ők szeretnének így módon is a magyar közéletbe bekapcsolódni. Na most túl a szavazáson. Melyek a kormány politikai céljai az összmagyarság megtartása érdekében? Erőltetnék-e, vagy napirenden tartanák-e például az autonómia kérdését? Mindenképpen az autonómia kérdések, itt ugye a Kárpát-medencében van szó az elszakított országrészek magyarságáról, és ahol tömbben élnek még magyarok, legyen az a Csallóköz, legyen az egyébként Kárpátalján a tiszaháti magyar települések Beregszász központa, az erdélyi nagy tömb, ugye a székelység, ami több mint 1 millió ember, vagy a délvidéken a vajdasági magyarok, akiknek létezik egy bizonyos fajta autonómiájuk. Mindenképpen azt gondoljuk egyébként, hogy ezt az ügyet fönn kell tartani, európai szintre is kell vinni, hiszen ez Európában egy elfogadott
kialakult jogrend és állapot az autonómia. Látjuk erre a pozitív jó példákat szerte Nyugat-Európában. Azt gondoljuk egyébként, hogy ez nem egy cél, hanem ez egy eszköz, pontosan annak érdekében, hogy a magyarság meg tudjon maradni és gyarapodjon ott, ahol ma él, és nagyon fontos dolog, egyébként az országaik számára is, vagy például Románia számára is, hogy egy autonómia, jó lenne a román politika is közélet belátna, hogy ez a társadalom békéjét szolgálja, és egy prosperitást idéz elő. Az elszakított országrészeken élő magyar közösségeknél, hogyha fel kellene állítani valami fontossági vagy sürgősségi sorrendet, akkor talán nem túlzás azt mondani, hogy most a kárpátaljai magyarság tekintetében ugye az ukrán oktatási törvény az, ami a leginkább valamiféle sürgős jogorvoslati vagy egyéb megoldási javaslat után kiállt. Mi az a jogorvoslati lehetőség, amit még nem vett igénybe Magyarország a helyzet rendezésében? Ugye a kezdet-kezdetén ugye jeleztük, hogy ez sújtja nem csak a kárpátaljai magyarságot, hanem a Kárpátalján élő vagy Ukrajnában élő más egyébként őshonos nemzeti kisebbségeket, legyen szó románokról, szlovákokról vagy lengyelekről. Jeleztük ugye az Európai Uniónak is, és egyébként kedvező válasz született ebben az ügyben, például a Velencei Bizottság részéről. Tehát itt több nemzetközi szervezet is azt mondta, hogy már kivívott jogokból vettek el Ukrajnában. Ellentétes egyébként az ukrán alkotmánnyal is, hiszen ott is a már megszerzett jogoknak az elvesztését gyakorlatilag tiltja az ukrán alkotmány, de úgy tűnik, hogy a mai ukrán politika, ami ugye egyébként nagyhatalmak játszóterem a sajnos Ukrajna, és ennek a levét isszák meg, amint egy 150 ezernyi kárpátaljai magyarság is. És itt ugye amiről beszélünk, ez az új ukrán oktatási törvény, amely negyedik osztálytól föld felé gyakorlatilag megtiltaná, és nem teszi lehetővé a nemzetiségi nyelven való oktatást. Van még erre orvosság, tehát most a magyar külügy, a magyar diplomácia nyugodt hangnemben, de nagyon keményen blokkolja egyébként Ukrajnának a NATO tárgyalásait, és ezt jelezte is egyébként a magyar külügyminiszter, jelezte egyébként a magyar kormány, a miniszterelnök is, hogy addig ezt a blokkolást fenntartják, míg kedvező megoldás nem születik. Ugye említett a Velencei Bizottság ajánlását, ezt az ukrán oktatási minisztérium is elfogadta, és beleegyezett abba, hogy 2023-ig meghosszabbítja az átmeneti időszakot, ugye az oktatási törvény nemzeti kisebbségekre vonatkozó cikkeire, tehát addig nem léptet életbe. Ez azt jelenti, hogy ez az 5 év 2023-ig lehetőséget ad a magyar kormánynak arra, hogy vagy politikai, vagy egyéb úton valamiféle megoldást találjon? Egyrészt időben lehetőséget ad, ugyanakkor nem szeretnénk belemenni olyan csapdába, hogy kvázi rábólintunk, és azt mondjuk, hogy jó legyen 2023, hiszen semmilyen biztosíték nincs arra, hogy 2023 után ugyanezekkel a feltételekkel nem vezetik be. Épp ma volt bizottsági meghallgatáson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki fönntartotta, hogy egészen addig fogunk kiállni keményen, amíg egyébként a kárpátaljai magyarság, vagy épp az ottani pedagógus szövetség azt nem mondja, hogy megfelelő a megállapodás. Mi szeretnénk egyébként, hogyha ebből az oktatási törvényből kikerülnének mondjuk a magán fenntartású iskolák, vagy az egyházi intézmények, hiszen több magyar iskola is ilyen keret között működik. Tehát mi csak olyan megoldást tudunk elfogadni 2023 után is, amire a kárpátaljai magyarok azt mondják, hogy jó, ez elfogadható. Beszéljünk egy kicsit a romániai helyzetről, mert hogy hasonló helyzet, csak egészen más ügy kapcsán, de Romániában is felbukkant, ugye a bukaresti vezetés összevonni készül a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet a Petru Major Egyetemmel, ezt ugye modernizálással indokolták. Itt milyen jogorvoslati lehetősége van a magyar kormánynak? Tulajdonképpen itt sem jogorvoslati lehetőségről van szó, hanem a diplomáciának a kemény és határozott fellépéséről. Jelen esetben Románia esetében az OECD csatlakozás az a problémakör, ahol azt mondjuk, hogy addig blokkoljuk ezt, amíg megfelelő megoldás nem születik, akár ebben, vagy a másik marosvásárhelyi iskola ügyében, a katolikus liceum ügyében. Visszatérve a Mogyéra, 7 éve zajlik egyébként a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Kar magyar nyelvű oktatásának a kérdése és a húzavona, és
Ez egy 70 éves nagymúltú történelmi intézmény. Az erdélyi magyarság mindig leszögezi, hogy szükség van a magyar nyelvű orvosi képzésre, egész egyszerűen az ott élő magyar emberek igénylik a magyarul való kommunikációt az egészségügyi dolgozókkal és az orvosokkal. És most ugye ez a legújabb, én trükknek nevezném, beolvasztani egy nagy román egyetembe, ahol szép lassan elsikkad majd az őshonos magyar kisebbségi nyelven történő egyetemi képzés. Itt is úgy állunk egyébként hozzá, és a magyar külügy és a magyar kormány, hogy figyeljük, és folyamatosan kapcsolatban vagyunk például Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, aki folyamatosan tárgyal és egyeztet, mind a Petru Major Egyetemmel, mind a MOGYE magyar tanári karával és professzoraival, hogy mi lehet a kedvező és elfogadható megoldás, és a magyar kormány azt a megoldást fogja itt is támogatni, ami az erdélyi magyarságnak jó és megfelelő. Páncél Károly, köszönöm szépen! Én is köszönöm!